Sziasztok! Ezúttal a megszokottal egy picit eltérő videós formában jelentkezem, későbbiekben visszatérünk majd a már megszokott rendszerbe, most egy kicsit másként. Gigabyte GeForce GTX 650 Ti OC a vendégünk, az Nvidia egyik legújabb grafikus magjára épülő gyorsító, a konkrét tesztmodell neve GVN65TOC2GI, ez egy 2 GB-os GeForce GTX 650 Ti, a Gigabyte saját WindForce 2-es hűtőjével és némi gyári túlhajtással fűszerezve. A tesztben elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy nagyjából hogyan pozícionálta az Nvidia ezt az új gyorsítóját. Hát lényegében mondjuk úgy, hogy a 77-70-78-50-78-70 trió környékére lőtték be ezt a GTX 650 Ti-t, és nagyjából az árát is ennek megfelelően határozták meg. Jelen tesztünkben a Zafir HD 7770 OC-ja fog versenyezni a Gigabyte GTX 650 Ti OC-val, azonban az árakat ilyen módon nehéz lenne összehasonlítani, hiszen egy Zafir 7770 az nagyjából 34-39 ezer forint. Azonban, hogyha Gigabyte-ot Gigabyte-tal szeretnénk összevetni, és ugye logikusan ennek van értelme, akkor megnézhetjük, hogy mennyibe kerül egy Gigabyte Radeon HD 7770 OC, ennek az ára nagyjából 31-34 ezer forint, ezzel szemben a Gigabyte GTX 650 Ti OC nagyjából 46-51 ezer forintba kerül, tehát bőven 20%-nál is több árprémiumot kér az Nvidia ezért a grafikus chipért, hát a tesztből majd kiderül, hogy kapunk-e 20%-nyi sebességtöbletet, vagy akár ennél is többet is az extra forintjainkért. Mielőtt azonban a konkrét tesztelésnek kezdenénk, nézzük meg egy kicsit, mit kínál a GeForce GTX 650 Ti, illetve mit kínál a Gigabyte e köré építve. Maga az N650 TOC 2GI egy 2 GB-os videókártya, bár itt a 2 GB-os kiszerelés inkább csak vakításnak nevezhető, mint tudjuk Full HD felbontásig, lényegében a Battlefield 3 az egyetlen játék, amelyik képes az 1 GB-nál több VRAM-ból bármennyit kapacitálni, tehát itt van egy kis fényezés az Nvidia oldaláról, de minden esetre a dobozon jól mutat, hogy 2 GB VRAM-mal gazdálkodhatunk. Maga a GTX 650 Ti chip 28 nanométeres gyártással készül, és 128 bites busszal kommunikál a memóriákkal, amik esetünkben 5400 MHz-es GDDR5-ös modulok. Nem esett még szó a grafikus mag órajeléről, ami alap esetben 928 MHz, a Gigabyte-nak ezen a kártyáján pedig 1032 MHz. Ahogy a képen is láthatjátok, maga a gyorsító egy egészen pofás kis darab, dupla ventilátoros kialakítást kapott, úgynevezett WindForce 2X hűtővel felszerelt megoldásról van szó. Ez kettő darab 100 mm-es ventilátort, illetve a hozzá kapcsolódó két darab igen-igen méretes hőcsövet takarja. A Gigabyte GTX 650 Ti-t nézegetve egyébként egy elég kettős kép alakulhat ki bennünk, hogyha fölülről nézzük a kártyát a hűtés oldaláról, akkor egy teljesen standard videókártyát láthatunk, PCI Express 3-as csatolóval és két nagy ventilátorral, a kimeneti oldalon pedig két darab DVI-vel, egy HDMI-vel és egy D-Sub-bal. Azonban, hogyha megfordítjuk a gyorsítót és a hátoldalát nézzük, akkor egy elég vicces kép tárul elénk, ugyanis maga a PCB, vagyis az áramköri lap alig-alig hosszabb, mint a PCI Express sín. Hát ebből is látható, hogy az Nvidia Kepler architektúrájára épülő 650 Ti és az azt kiszolgáló kártya elég kis helyen is elfér, és lényegében csak azért van szükség egy végeredményében méretes videókártyára, hogy egyfelől a vásárló úgy érezze, hogy mégiscsak kapott valamit a pénzért, másfelől pedig, hogy a hűtés kényelmesen tudjon dolgozni, ne kelljen túl nagy zaj csapni, így a dupla ventilátoros megoldások minden esetben ilyen hosszabb végeredményt mutatnak. A kártya jellemzői között még fontos megemlíteni, hogy mindösszesen egy darab 6 pines extra tápcsatlakozót kell használnunk, és ennek megfelelően a kisebb 400-450 wattos tápegységek is bőségesen elegendőek ahhoz, hogy megtáplálják a GTX 650 Ti-t. Ez egy igen komoly pozitívum, hiszen manapság egyre fontosabb szempont az is, hogy mennyi a kártya fogyasztása, és bizony a GTX 650 Ti ezen a téren szinte verhetetlen legalábbis kategóriájában. Említettem a kimeneti oldalon a két DVI, egy HDMI, egy D-Sub 4-est, és itt újra képbe kerül az Nvidia Surround technológiája, hiszen akár csak a GTX 660 Ti-nél látott videóban, ott ugye mutattunk egy Surround rendszert, itt is opcionálisan van lehetőségünk Surroundot építeni.
Elsőként egy szintetikus programot, a Heaven 3.0-át futtattuk le, default beállításokkal, 1920x1080-as felbontásban, 4 AF és 2 AA mellett. Átlagosan a 7770-en 40,8, míg a GTX 650 Ti-n 45,5 képkockát kaptunk, ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg egy ilyen 10-11%-kal tűnik gyorsabbnak ez alapján a GTX 650 Ti OC. Ahogy korábban többször, most is elővettük a Torchlight második részét, és maximumra állítottuk a grafikát azon belül, amit a játék enged. Nagyon hasonló eredményt kaptunk, mint a Heavenben. A HD 7770 42,6-es átlagot és 33 FPS-es minimumot mutatott, míg a GTX 650 Ti 47,9 FPS-es átlaggal és 37 képkockás minimum értékkel örvendeztetett meg minket, tehát ismét ezt a nagyságrendileg 10-12%-os sebességkülönbséget tapasztalhattuk. Kipróbáltuk a Battlefield 3-at is, single player játékmódban, magas grafikai beállításokkal, természetesen Full HD grafikával, 16 AF és bekapcsolt HBO kíséretében. Ugye azt már tudjuk, hogy a HD 7770 OC akár Infinity-ben is képes elvinni a Battlefield 3-at, nincs ez másként egy monitoron sem, 52,4 képkockás átlagot kaptunk, a minimum érték pedig 38 volt, tehát jócskán a játszhatósági küszöb fölött mozogtunk. Klasszisokkal több képkockát kínált nekünk a Gigabyte GTX 650 Ti OC, 68,3 FPS volt az átlag és 48 a minimum, itt azért igen-igen komoly különbség van a két gyorsító között, bőven megvan a 20%-os eltérés. És ha már Battlefield 3, akkor következzen ugyanerre a motorra épülő játék, a Medal of Honor Warfighter, vagyis az egyik legújabb first person shooter játék, ugyanezekkel a beállításokkal, vagyis Full HD grafika, high beállítás, 16-szoros AF és bekapcsolt HBO. Nagyon érdekes, hogy a Medal of Honor-nak sokkal erősebb gépre van szüksége, hiszen még a Battlefieldben a HD 7770 52 képkockát mutatott, addig a Medal of Honor-ban csak 37,3-et, és lassult a GTX 650 Ti is, mindössze 43,1 FPS-t kaptunk, ami persze még mindig jócskán a játszhatósági küszöb fölött van, de jól látható, hogy a Warfighterhez bizony már erősebb videókártyára lesz szükségünk. Az Elder Scrolls 5. része a Skyrim nagyjából ugyanúgy dolgozott, mint ahogy korábban már láttuk tőle, 1920x1080-as felbontásban, high beállításokkal, 4-szeres AA-val és 8-szoros AF-fel is, még bőven 60 képkockát kaptunk a Zafir HD 7770 OC-val, az átlag is 48 képkocka volt, míg a GTX 650 Ti erre még rápakolt egy lapáttal, és 68,3 FPS garantált átlagosan, 51-et pedig minimum értékben, mind a két kártyán nagyon-nagyon jól játszható a Skyrim, a sebesség eltérés pedig nagyjából 10% körüli. Végezetül a Forma 1 2012 beépített benchmarkját futtattuk 1920x1080-ban, high beállításokkal, 4-szeres MSA-val, a HD 7770 58-as átlagot és 48-as minimum értéket mutatott nekünk, míg a GTX 650 Ti OC 63 átlaggal és 51 FPS minimummal dolgozott, hát elég pici a két kártya között a különbség, nem egészen 10% az eltérés. A tesztek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a HD 7770 minden tekintetben jobb vétel, mint egy GTX 650 Ti, ám bár utóbbi kártya sokkal gyorsabb, van olyan játék, ahol akár 20%-os sebességtöbletet is nyújt, az átlagos különbség a két gyorsító között nagyjából 10-12%, márpedig az áreltérés ennél jóval magasabb, bőven 20-25, akár 30%-kal is drágább lehet egy GTX 650 Ti. Úgyhogy én ammondó vagyok, hogy aki nem merészkedik a Full HD, vagyis az 1920x1080-as felbontás fölé, és beéri a high grafikai beállításokkal többnyire 4-szeres vagy 8-szoros élsimítás mellett, annak tökéletesen elegendő egy Radeon HD 7770-et is vásárolnia. A GTX 650 Ti OC pedig tényleg csak azoknak ajánlott, akik esetleg már ultra grafikában gondolkodnak, vagy még a 8-szoros élsimítással sem érik be, ott talán kamatoztathatnak valamennyit abból, amit a GTX 650 Ti kínál azért a jókora ártöbletért, amibe kerül. A tesztben használt Zafir HD 7770 OC-t köszönjük az Expertnek és a Zafirnak, míg a GTX 650 Ti OC-t köszönjük a Gigabyte-nak. Nektek köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!